Gyűjtögető ember vagyok. A 13-as cella grófnője című filmem 2015-ös elkészítése óta újabb fotók, interjú részletek, levelek, újságok kerültek birtokomba Károlyi Margitról, a majki volt remeteség utolsó grófi lakójáról. Ebben a kis filmben közzéteszek néhányat. A háború után az Esterházy családtól elvették birtokaikat, a kastélyt. A fővárosba bejelentett családtagokat Hortra telepítették ki. Mónikát 3 évre a kistarcsai internáló táborba zárták. Később 56-ban apjával, az egykori miniszterelnök Móriczal Bécsbe szöktek. Esterházy Móriczné Károlyi Margitot majkilak helye miatt nem vitték el máshová, de egy korábbi szerzetesi cellaházba, a 13-asba kellett költöznie, és ott élt 1975-ben bekövetkezett haláláig. Hogy hogyan lett a kegyelmes asszonyból Margit néni, jól összefoglalja 1973-as interjújának egy részlete. A testvérek azok Giginek szólítottak. Volt egy nagynéném, aki Békulinak szólított, ugye mikor egész kicsi voltam. Mikor már egy kicsit felnőtt voltam, akkor az alkalmazottak, ugye per contes szólítottak. Mikor a férhez mentem, a férjem miniszter volt, tehát ugye neki kijárt az, hogy kegyelmes úr. Ebből aztán kifolyólag én is kegyelmes asszony lettem. A fiatalabbak azok már megszokták, hogy Margit néninek szólítanak. Gyerekek, nagyon sokszor az iskolások úgy mondják, hogy grófnéni. Hivatalban is Margit néni vagyok, vagy Esterházy néni. Halála után egy katolikus újságban így emlékeztek rá. És soha el nem felejthetően, ki nem törölhetően él az emlékezetemben a 8 nyelven beszélő Esterházy hercegnő. A töpörödött kis öregasszony, aki utolsó percéig utak mellett felszedett, járművek által elütött kutyákat, macskákat ápolgatott, s aki minden reggel, este fél órát térdelt az ágya mellett. Én tudom, hogy ez a szegény öregasszony elesettségével, rettenetes magányával, kirepedezett és megkérgesedett tenyerével, lelke minden gondolatával együtt lángoló magyar volt, bár nem járt csillogó ruhában, és a mindennapi élelem előteremtése is gondot jelentett neki. Nálunk a TSZ-ben úgy volt, hogy volt egy pénztár kazetta, mint pénztárosnak abba kellett a pénzt gyűjtenem, és ami a meghatározott összeg fölött volt, naponta el kellett vinnem a postára. A faluban működött egy posta akkor, és én ott a postán találkoztam a Margit nénivel, a grófnővel, aki jött mindig a magyar közlönyért, és szerintem neki járt egyedül magánemberként magyar közlöny, és ott mindig beszélgettünk. És annyira előttem van a görnyedt kis háta, a hátitás, a hátizsák a hátán. Emlékszem, hogy állandóan ilyen térdzokni, ilyen barna térdzokni, meg ilyen hát talán inkább bakancs volt az, mint félcipő. Tehát és olyan kis kötött kabát volt rajta. Egyáltalán nem volt se grófnő kinézet, az természetesen nem volt. Hát tudtam, hogy milyen körülmények között lakik ő ott, de annyira aranyosan elbeszélgetett velem, mindig megkérdezte, hogy mi újság, meg hogy vagyok. Az anyám küldte a libamájat, akkor még a grófi háború előtt. Alaksorban volt, emlékszem, a konyha, ott átvették, és a grófné, a Margit néni, az bevitt a kastélyba, akkor voltam először, ugye háborút a kastélyba, két oldalt agancsok, szembe piros szőnyeg, lépcsőn fölment, lehozta a pénzt, kifizetett minket. Háború után meg rengeteget jártunk, akkor lehetett ott kószálni össze-vissza. Összejártunk mindent, megnéztük a termeket, a parkot. Az Esterházyné nem volt olyan hét, hogy ne jött volna. Mariska, mit főztél? Ezt meg ezt. Na, megnézem, fölevelte a födőt. Jaj, de jó szaga van, anyu adott neki tányért, kanalat. Mert magának, én ültem az egyik végén az asztalnak, ő ült a másokon egy-egy kalánra. Egyémeltek is olyan színege volt. Ő közvetlen volt. A Magyarság című újság 1933. áprilisi számának cikke a grófnő ember szeretetéről szól.
A múlt évben sokat beszéltek egy budapesti nyomortelepről. Rövid időn belül az a plébános, akinek a terület hatáskörébe tartozik, levelet kapott ismeretlenül Eszterházy Móricné grófnétól. A grófné azt írta, hogy az állapotok tűrhetetlenek, segíteni kell, és ő segíteni fog. Amikor először kint volt a terepen, az emberek csodálkozva néztek rá. A grófnő úgy értette a dolgokat, mintha mindig velük foglalkozott volna. Pincékbe, padlásokra és odúkba mászott, s aki azt hiszi, hogy sportból, az összetéveszti a zsákhordó teljesítményét a súlyemelő sportemberével. Ki tud róla, hogy Eszterházy Móricné grófné az elmúlt évek alatt 100 000-eket költött jótékony célra. Más, ha 5 pengőt ad, kiíratja a nevét. Legutóbb valahová 200 pár cipőt csináltatott, még jóformán köszönetet sem kapott érte. Csupa szív és jóság, mondja róla egy közelálló ismerőse. Mióta 1925-ben átvette a csákvári uradalmat, nem volt rá eset, hogy elutasított volna valakit. Az összes gyerek, akik árván maradtak az első világháborúban, az Árdába jártak iskolába. Nem engedte magát kegyelmes asszonynak szólítani, csak Margit néni volt. Jött, nála volt egy füzet, fölírt a karácsony előtt azoknak a gyerekeknek, akiket meg kellett ajándékozni, hogy mekkora a méret, és mindenki újat kapott. Nem az, hogy innen-onnan összetette. Új cipő, új ruha. Mónika jött mindig Csákváron az iskolába vizsgálni. Amikor jött, akkor mindig kaptunk finom muzsonnát. De minden össze, mindenki kapott 2 deci tejet, egy zárdába sütött friss kenyérszelette. Ez kiárt mindenkinek, ahány iskolás volt a zárdába. De ugyanúgy az óvodásoknak is kiárt. Ment a faluba végig, benézett, látta, hogy nagyon nagy szegénység van, megkérdezte, kik vagytok, hogy hívnak. Fölírt a papírra, bement a kancelláriába, ide vittek ennyi zsák buzát, vagy ennyi lisztet, vagy egy kocsifát. Minden karitatív egyesületnek tagja, elmegy a gyűlésekre, spöröl, tanácsot és pénzt ad. A fiai az apjuk erdejében fát vágnak szabályszerű bérért. A bérből a cselédgyerekek karácsonyi csomagjaiba megy a ruha és a játék. Majki és Csákvári otthona átvonuló telepe a vándorszegényeknek. A barátaim így beszél róluk. Majkon valóságos raktár van cipőben, alsó és felső ruhában, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Messze földön híressé lett a vándorlók körében a Majki kegyelmes asszony. Van olyan, aki 3-szori látogatás után teljesen felöltözködött. Budapesti viszonylatban is ezreket áldoz. A legtöbbet a sashalmi telepre költ. A felsorolást folytatni lehetne a végtelenségig. A valódi arisztokrata asszony mintaképe Eszterházy Móricné grófné, az egyszerű, szerény, jószívű és előkelő lelkű asszonyé, aki vagyonát nem magára költi. A nővérem, a Majki, ott volt egy élelmiszer volt. A nővérem ott dolgozott. És a nővérem, hogyha el akart menni vagy a lányához egyikhez, vagy a másikhoz, ő csak úgy tudott elmenni, hát a boltot nem lehetett bezárni. És akkor mindig engem megkért, és én mentem helyettesíteni azon a napon. És akkor a grófné, amikor átjött, akkor mindig szoktam vele beszélgetni. És egyszer mondtam magamban valahogy, megpróbálom rászedni, vagy valamit megemlíteni neki, hogy szerettem volna megnézni a lakását, hogy ugye ott azokban épületekben lakott. És nem is tudom, a macskáról volt szó, hogy nem tudom, milyen macskája van, és mondom, én azt úgy szeretném megnézni ezt a macskát. Hát jöjjön át, és nézze meg! És átmentem. Istenem, Istenem, hát olyan lakása volt, hogy a legszegényebb embernek is talán külön van. Azok a kecske lábú sparhelt, hát az alatta voltak a kutyák meg a macskák a fekhelye. Nem égett a tűz, a tetején is a macskák feküdtek, volt, nem tudom hány macskája volt, már nem is pedig akkor mondta, de már nem emlékszem rá. Ő velük evett. Ők olyanok voltak, mint neki, mint a gyerekei talán.
2010-ben egy országos napilapba írt olvasói levélben Keresztes József így írta le a grófnő halálát. Egy este a padlás létrán megcsúszva hátra hanyatlott, egyik lába fennakadt két lépcsőfok között. Fejjel lefelé lógva kiáltozott segítségért. Amikor leszették onnan, nem sokkal később, agyvérzésben meghalt.